A települési önkormányzatok országos szövetsége 2008-tól írja ki a példát adó gyakorlatok pályázatát, melyre Tamási város önkormányzata is benyújtott egy anyagot, ismertette a polgármester. Több területen lehet pályázni. Mi idejében úgy gondoltunk, hogy az idős ellátás területére kiírt programra pályázunk. És ennek a programnak a lényege pedig az volt, hogy idős ellátás a pandémia területén, és ezt követően, és ennek a gyakorlati tapasztalataival lehetett benyújtani egy pályázati programot. Mi ezzel próbálkoztunk, és úgy látszik, hogy sikeresen, mert országos szinten a pályázók közül a legjobb 6 közé kerültünk. Mondtuk, hogy itt a pandémia időszakában egy nagyon sikeres modellt építettünk fel, és ezt a modellt bármikor előhozhatjuk a fiókból, nem is a fióknak írtuk, hanem igyekeztünk egy olyan stratégiát kidolgozni, ami bármi veszélyhelyzet idején hasznosítható. Természetesen, mivel idős ellátásról van szó, az idősekre, konkrétan 65 éven felüliekre koncentráltunk. A Tamási Szociális Központra nézve a pandémiás időszaknak több pozitív hozadéka is volt. Sokan nem tudták, hogy milyen feladatokat is lát el a szervezet, de ez az időszak rávilágított, hogy milyen területeken fordulhatnak hozzájuk segítségért. A szociális étkezést igénybevevők száma például a duplájára emelkedett. A pandémiás időszak alatt született egy feladatellátási megállapodás az önkormányzat és a szociális központ között, mely arról szólt, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani az zömében 65 év feletti tamásiaknak, tudtuk meg az intézményvezetőtől. Az önkormányzat segítségével egy viszonylag nagy kutatás indult, ugyanis megkerestük az összes 65 év feletti szemét Tamásiban, indirekt, illetve direkt módon, de a lényeg az, hogy mindenkiről tudtuk azt, hogy van családja, van segítsége, illetve azt is, hogyha nem. Ez körülbelül, de nem is körülbelül, mert igazából pontos számot tudok mondani, ez 1675-65 év feletti időst jelentett, és ebben ugye nagy segítségre voltak az önkormányzat önkéntesei, akik segítettek a kapcsolatfelvételben. A megkeresések alkalmával 115 ember jelezte, hogy segítségre szorulnak majd. Nagyon gyorsan létre kellett hoznunk egy csapatot, illetve több csapatot, akik ezt a 115 embert el tudják látni, illetve a különböző segítséggel kapcsolatos igényüket ki tudják majd elégíteni. Ráadásul még nekem arra is gondolnom kellett, hogy a 115 emberen felül, ugye ott van még egy hatalmas ellátotti létszámunk is, akik szintén az otthonukban maradtak, és rajtuk is valamilyen módon segítenünk kellett. Megalakultak csapatok, voltak önkéntesek, voltak a Tamási és környéke szociális központ dolgozói közül is több munkavállaló, aki segített abban, hogy gyakorlatilag a bevásárlásokat, postai ügyintézést, aztán gyógyszerkiváltást, gyógyszerfeliratást, ezt mind-mind egy szépen koordináló rendszerben összeszedte, és ezt végig vitte, akár az ellátottjaink esetében, akár pedig a 115 ember közül, akik jeleztek problémát. De azért azt hozzátenném, hogy ez mindig változó létszám volt, a külsős létszám, hiszen folyamatosan lehetett segítséget kérni. Ezeket a jó gyakorlatokat, a stratégia lényegi elemeit szedték össze egy pályázatban, és nyújtotta be Tamási város önkormányzata a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez. Az is nagyon fontos volt, hogy ezt milyen anyagi háttérrel, vagy miből tudjuk finanszírozni. És szerencsésnek mondhatom a helyzetünket, mert úgymond a szerencsétlenségben a szerencse, hogy volt egy éves költségvetési tervünk, de mivel hogy sok szolgáltatásunk szüneteltettünk, illetve teljesen más formába tudtunk nyújtani, mint ahogy az addig megszokott volt, így több olyan forrás is úgymond megmaradt, amit arra tudtunk fordítani, hogy a bajba jutott embereken segítsünk. Így gyakorlatilag saját erőforrásainkat mozgósítottuk, és így nem volt szükség plusz keret
megnyitására vagy lekérésére. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége megtartotta helyszíni szemléjét a Tamási Szociális Központban, ezután döntenek a szakemberek, hogy az országos szinten kiválasztott legjobb 6 közül melyik programot tartják a legkiválóbbnak.